Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Sokat gondolkodtam azon, hogy valószínű, hogy Pálosen történettel kapcsolatosan, részletesen talán nem kellene most itt beszélnem, hiszen a jelenlévők közül lehet, hogy sokan ismerik ennek az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesennek a történetét. Erről nyilván, hogy több előadáson is vettek részt. Így nem gondoltam azt, hogy egy ilyen kronológiát követve beszéljek a pálosokról. A Szentkereszt tiszteletével kapcsolatosan is nem konkrétan történelmi dolgokat szeretnék megpendíteni, hanem elsősorban azt a fajta lelki hátteret, ami meghatározta a pálosoknak az életét, és azoknak az életét, akik a pálosokkal kapcsolatban voltak. És ennek a lelkiségnek egyik mozgató rugója éppen a Szentkeresztnek a tisztelete, és most a nagybőti időszakban azt gondolom, hogy a legideálisabb most erről beszélni, és úgy érzem, hogy fontos is. Amikor a Szentkeresztet megtalálják, ugye egy nagy esemény volt az egyház életében, építenek egy nagy bazilikát, és ennek a bazilikának a látogatása, az ide való zarándoklás, egy nagyon fontos esemény Jeruzsálemben. Nagyon sok megtérés történik, és megváltozik az élete azoknak, akik ide jönnek. Számomra nagyon kedves egyiptomi Máriának a története, aki Alexandriából, mint egy utcalány indul el egy hajón, hogy Jeruzsálemben meglátogassa ezt a bazilikát. Testével fizetett a hajón, gúnytűzött végig a keresztényekből, és aztán amikor betér ebbe a bazilikába, akkor egyik pillanatról a másikra teljesen megváltozik az élete, elmegy a remetéhez, leteszi a bűneit, Istentől kéri a bocsánatot, és aztán utána ő maga is remete lesz. Pálosok különben figyeltek ezekre a remete nőkre is, hiszen többek között például a Csenztóvai Kolostorunkban, a Sekrestjében látható egy freskó, amely egyiptomi Máriát ábrázolja, és a rendi hagyományunkban is megemlékezünk ezekről a remete nőkről, akik a többiekkel együtt a 4., 5., 6. században, de legfőképpen a 7. században az egyiptomi sivatagban ők maguk is ezt a visszavonult életet élték, mint több ezer más remete, akik a világból kivonulva egy elgondolkodtató és az Isten közeli életet akarták megélni. És akkor most nézzük meg, hogy az első kolostorunk, amelyet Boldog Özséb atyánk alapított, a Szentkereszt tiszteletére jött létre. Ugye nyilván nincsenek véletlenek. Nem azért alapított a Boldog Özséb atyánk az első kolostort a Szentkereszt tiszteletére, mert ez volt a legegyszerűbb, hogy két fadarabot keresztbe rak és összekötözi, hanem világos volt abban az időszakban, hogy ennek az életnek nincs másképpen értelme egy tatár által földult országban, csak akkor, hogyha az ember tudomásul veszi, hogy a szenvedés és a küzdelem szorosan hozzátartozik az ember életéhez. Az Isten azért töltötte magára az emberi testet, hogy ne csak hogy megértesse velünk, hogy mi az élet értelme, hanem bele akar olvadni a mi életünkbe is. És úgy akarja megértetni velünk az élet értelmét, ami a szenvedéssel szorosan összefügg, hogy társként ott van mellettünk és segít ebben ezen az úton való haladásban. Özséb atya ezt világosan látta, hiszen őt az Úr Jézus hívta meg. Először a papi szolgálatra, és aztán utána, ahogy találkozott a remetékkel, erre világosabb volt számára, hogy a visszavonult életet kell élnie. Mert az imádság, a visszavonultságban való lét, az nagyon sokat tud segíteni a körülötte lévő embereknek. És itt az egyik dolog, ahol érdemes megállni. A remetékről nagyon téves elgondolása van, még azoknak is, akik valamilyen formában hívő embernek tartják magukat. Először is a remeték, akik visszavonulnak a világból, azért ők nem úgy éltek, hogy soha senkivel nem voltak kapcsolatban. A sivatagban, az egyiptomi sivatagban élő remeték, ők leírták, illetve róluk leírták azokat a bölcs mondásokat, amiket elmondtak. Hogyan tudták elmondani? Úgy, hogy elmentek hozzájuk és tanácsot kértek tőlük. Hogyan tudtak ilyen bölcs tanácsot adni? Úgy, hogy ők
visszavonultan, a sivatag magányában éltek, és mentek hozzájuk olyan emberek, akik az élet forgatagában voltak, és megigazultan mentek haza, hogy nagyon sokszor ilyen remélte történet befejeződik. Hogyan létezik, hogy a világtól teljesen elzárt ember tanácsot tud adni annak, aki a világban pörög? Egyszerűen akkor tudjuk megérteni ezt, hogyha rájövünk arra, és már nagyon sokszor rájöttünk, hogy az élet az a fejünkben kezdődik. Az, hogy én mit gondolok, az alapján fogok szólni, és az alapján fogok cselekedni. Papként, lelkivezetőként nagyon sokszor találkozok azzal, hogy az életet az emberek mindig a fejben kezdik el elrontani. Az első rossz gondolat, amikor megfogalmazódik, és amikor az első rossz gondolatra rá épül a másik, a harmadik, a negyedik rossz gondolat, abból előbb-utóbb valóság lesz. A gondolat az mindig meg akar testesülni, a jó gondolat is. Mert az Isten örök terve, örök gondolata, örök igéje a második isteni személy ezért is megtestesül. Jézus nem csak azért jött, mert bűnösök vagyunk és meg kellett váltani. Ha nem lettünk volna bűnösök, akkor is eljön közénk. Mert az isteni gondolat meg akar, és a jó gondolat is meg akar testesülni bennünk. Ha én a jó gondolatokat táplálom magamban, azokat erősítem, akkor a jó gondolat fog megtestesülni körülöttem. A remeték erre törekedtek. Ugye a szellemek megkülönböztetése, amikről ők beszélnek, itt nem elsősorban arról van szó, hogy a démoni világ és az angyaloknak a világa, természetesen ők ebben hittek, hanem a bennünk lévő gondolatoknak a rendezettsége. Tehát tudom azt, hogy melyik gondolat az, amelyik nem hiteles gondolat, amely békétlenséget szül bennem, és ezzel a gondolattal nem foglalkozom, leteszem imádságban, Isten felé való odafordulásban, és azokat a gondolatokat táplálom magamban, amelyek segítenek. Ez egy küzdelem. Jézus a keresztjét nem tudta volna végigvinni, hogyha a rossz gondolatokat táplálja a fejében, amikor őt megbántják. Amikor hamisan ítélkeznek fölötte, amikor igaztalan emberek ütlegelik őt, ha állandóan mindig az járt volna a fejében, hogy te ütsz engem, te ítélkezel fölöttem, hát pont te, akkor sokszoros teher lett volna rajta. Így, igaz, hogy a világ bűnét vitte, de emberi természetében végig tudta vinni, mert a gondolatai is rendezettek voltak. Mellette ott volt az ő édesanyja Mária, aki segítette őt, erről a Szentírásban, az evangéliumban olvasok. Tehát egyik dolog az, hogy a gondolatok rendezettsége. És hogyha én ezt megtettem, akkor utána fogom tudni meghozni az életemben azokat a döntéseket, amikre nekem szükségem van. Na, ezért mentek el hozzájuk, ezért beszéltek velük, ezért kérték a tanácsokat, mert szükség volt arra, hogy azok a problémák, azok a gondok, amikről ők beszélni akartak egy ilyen remetével, egy-két mondat után teljesen lerendeződtek, mert ő azt a mondatot mondta, azokat a szavakat mondta, amire annak az embernek szüksége van. Se többre, se kevesebbre. De ezt ezért tudták megtenni, mert önmagukban békét teremtettek. Tehát Özséb atya, amikor elvonul, összegyűjti a remetéket, ugyanúgy működtek a remeték nyilván nálunk is, mint ahogy az egyiptomi sivatagban, ugyanazokat a tapasztalatokat élték át, mint amit ők is ott átéltek. És Özséb atya is, amikor őket is megkeresték, hiszen visszavonultan éltek, településektől messzire épültek a kolostoraik, de mégiscsak járhattak oda emberek, mert hiszen látjuk, hogy a kolostoroknál a templomok viszonylag nagyok voltak. Tehát nem arra szolgált, hogy 10-12 szerzetesnek a napi imádságát ott el tudják végezni, hanem több embert is fogadtak oda a Szent Liturgiára, a Szent Misére, és egészen biztos, hogy tanácsért is elmentek hozzájuk, mint ahhoz arról Gyöngyösi Gergely több ízben is beszámol, többek között például királyok, akár Mátyás király is. Tehát tanácsot kértek tőlük.
Azért, mert a gondolataik le voltak benne tisztulva. Mi magunk is ezt a szenvedést föl kell, hogy vállaljuk. Ez egy küzdelem. Mindannyian megélhettük azt, hogy egy rossz gondolat például, amikor meg kellene bocsátanunk. Milyen iszonyatosan nehéz dolog. Ezt nem tudom keresztre feszítés nélkül megtenni. Ez egyszerűen illúzió, amikor az ember azt gondolja, hogy én úgy tudok majd megbocsátani bárkinek is, hogy az egyszer csak elszáll. Illúzió, ebben ne ringassuk magunkat. Ez az én döntésem. Nyilván én azért döntök keresztény ember létemre, mert Jézus ezt kéri tőlem, és amikor én megteszem ezt a döntést, akkor ő utána meg fogja adni hozzá a kegyelmet. Ez fantasztikus. De lehetne sok más példát is hozni. Tehát a Szentkereszt tiszteletében ott van egy másik nagyon fontos dolog, a döntés. Amikor az ember a döntéssel szembesül, de az életünk különböző helyén, talán azért küszködik olyan sokszor a ma embere a döntéssel, mert nem hozott meg egy alapvető döntést az életében. Az alapvető döntés az Isten mellett, vagy Isten ellen. Ne haragudjanak, nincs közbűső megoldás. Az csak lebegtetés. Tehát vagy döntök Isten mellett, vagy nem döntök. Ez az élet legfontosabb döntése. Ennélkül nem tudom megtenni a következő lépést az emberi kapcsolataimban, az élethelyzeteimben, a hivatásomban, a küldetésemben. De ha megvan ez az alapdöntés, akkor utána a többi döntéseket is ehhez tudom igazítani. Mert azt tudom mondani, hogy ez most nehéz, de Istenem, tudom, hogy segíteni fogsz, mert hiszen melletted döntöttem. És tudom, hogy te mellettem döntöttél, hiszen eleve életet adtál nekem. A döntésben van egy félelmetes dolog. Csak gondoljuk át. Ha például egy férfi és egy nő összeházasodik, akik több évtizede házasságban élnek, talán nem fogják azt mondani, hogy nincs igazam. Ott abban a pillanatban körülbelül 20%-a mellett ismert dolog mellett döntenek, és 80%-a ismeretlen. Én is, amikor szerzetes lettem 24 évvel ezelőtt, akkor én nem tudtam, hogy mi lesz 10 év múlva, mi lesz 15 év múlva, mi lesz 20 év múlva. Nem tudtam, hogy milyen emberekkel fogok találkozni, nem tudtam, hogy milyen harcokat kell megvívnom, ezt én nem tudtam. Azt kell mondanom, hogy tényleg egy 15-20%-nyit tudtam körülbelül, hogy mi lesz, de a többségét nem tudtam. Tehát amikor döntünk, akkor döntünk amellett, a 80% ismeretlen mellett is. De ezt a döntést nem tudom megtenni, hogyha az alapdöntésem nincs meg Isten mellett. Mert ha megvan, akkor utána elindul ez a ismeretlen, és egyre gyönyörűbb lesz, hogy holnap és holnap után is annyi minden ismeretlennel fogok találkozni, de mivel döntöttem, és ezért van egy gerince az életemnek, ezért a döntésem szerint tudom megtenni a következő lépést, tudom kimondani azokat a szavakat, amelyekre annak a döntésnek megfelelően szükség van. És ez nagyon sokszor fegyelmezettséget kíván tőlünk. Az imádságban újból és újból meg kell erősödnünk. És ez nem egy esetben szenvedést is jelent. Egy kicsit olyasmi, minthogyha mi magunk is odafeszülnénk a keresztre. Vannak terméketlen feszültségek. Ezek a mai világban számtalan módon megtalálnak bennünket. Egy nagyon jó filmen keresztül, amely fölhergeli az embert, és akkor a végén egy happy enddel szépen lemegy ez a feszültség. Vagy vannak olyan extrém sportok, amelyek szintén feszültséget gerjesztenek az emberekben, de én nem erre gondolok, hanem arra a feszültségre, amit az életben el kell viselni. Tételezzük föl, hogy valaki beteg lesz a családomban. Nekem oda kell figyelni rá. A programomat egészen úgy kell alakítanom, hogy számára minél többet ott tudjak lenni.
Van egy idős barátom, aki először az édesanyját 10 évig ápolta, utána édesanyja meghalt, akkor utána az anyósát ápolta 15 évig. Úgy, hogy ő maga is cukorbeteg, meg hát ugye idősebb korára, meg már elég sok minden össze. Láttam, hogy nehéz volt. De ezt, amikor ő bevállalta, ezt a feszültséget hordozta, és a szeretete egyre jobban kezdett kikristályosodni. Ez egy termékeny feszültség volt. Most sérültekkel foglalkoztam több mint 9 évig. És ott volt egy család, ahol különösképpen is láttam, hogy ez a család hogyan figyel oda arra a sérült emberre, aki ott van közöttük. Hogy mire van neki szüksége. És amikor ez az ember meghalt, akkor látszott a fájdalom, a mérhetetlen fájdalom az arcukon, hogy most ki lesz az, akinek reggelente oda kell vinnem majd a kakaót? Ki lesz az, akinek azt a furcsa és mások számára szörnyű artikulálatlan hangot hallva, tehát kihez fogok én oda menni, nem fogom hallani ezt a hangot már többet. És láttam, hogy ebben a odafigyelésben, ebben a feszülésben olyan mélyé vált az a szeretet. Hány házasságot láttam, emberi kapcsolatot, ahol a konfliktus helyzeteket és a nehézségeket nem úgy élték meg, hogy ez azt jelenti, hogy fordítsunk egymásnak hátat, hanem most, éppen most ebben a pillanatban kell ezt a feszültséget fölvállalnunk, és született belőle valami más. Tehát az isteni irgalom és az emberi nyomorúságot kell valamilyen formában összekötnünk azzal, hogyha fölvállaljuk az életet, azt a keresztet, az életnek azt a részét, amely kereszt, amely küzdelem. Özséb atya, amikor ezt az első kolostort megalapítja, a Szent Kereszt tiszteletére, akkor szerintem volt benne egyfajta profétai jövendőlés, hogy ti pálosok, akkor lesztek igazából nagyok, hogyha szenvedni fogtok. És a rendünk szenvedett a történelemben, második József, aztán utána a kommunizmus alatt, és még sokszor máskor is. És azok a szenvedések, azok a küzdelmek, amelyeket át kellett élni évszázadok alatt, adja azt is, hogy most is él a közösségünk. Nagyon nagy élmény volt számomra, hogy amikor 24 évvel ezelőtt a rendi közösségünkbe beléptem, akkor olyan idős pálos szerzetesekkel találkoztam, akik mindig mosolyogtak. Ez volt az első pozitív élmény. A második pozitív élményem az volt, hogy nagyon emberiek voltak. Jó volt velük együtt lenni. És akkor kiderült, hogy 4-5-6 évig börtönben ültek. Bányában dolgoztak. Parkolópályára tették őket, nem lehetett plébános, csak kántor, sekrestés. És ez számukra nem azt eredményezte, hogy egy besavanyodott emberek lettek volna, hanem tele voltak terővel. Most hagyd mondjak egy helyzetet, ami nagyon kedvesen ecseteli a egymás közötti kommunikációt, számtalan történetet mondhatnék. A két atyáról van szó, az egyik az különben ugyan börtönben nem élt, de bányában dolgozott, mert ott nem találták meg a kommunisták annak idején, tehát ha valaki lement a bányába dolgozni, akkor azzal nem foglalkoztak. Egy nagy plébániát vezetett, már itt a lanyhuló időszakról van szó, ugye a 90-es évek elején, akkorra már ő is kaphatott ilyet. És volt egy bajta nagyvonalúság ebben a dologban, természetesen odafigyelés is, de ami nem olyan fontos, vagy nem annyira lényeges, mert hogy egy nagy plébánián egyedül egy papként nyilván nem lehet mindent összefogni, tehát nagyon jól tudott szelektálni. És akkor ezt mondta neki az öreg, nálánál idősebb társa, hogy Péter, ha te normális lennél, akkor már rég megbolondultál volna. Tehát ez a kis humor közöttük állandóan mindig jelen volt. És
Akkor értettem meg igazából, hogy igaz, hogy jó az, ha nincs szenvedés az életünkben, ne jöjjön félre, de nem tudjuk kikerülni. És hogyha én bátran szemben merek nézni a szenvedéssel, akkor az értékké válik benne. Mi az, amit ezekben a kolostorokban, ezekben az élethelyzetekben megcsodálhatunk? Jézushoz való tartozásban a háttér lelkületben a következő van. Nem az a fontos, hogy én mit várok az élettől, hanem az a fontos, hogy az élet mit vár tőlem. Elindulnak ezen az úton, a Szent Keresztet állítja Özséb atya mindenki elé tiszteletül, mert azt akarja megértetni veletek, és a kis közösségével. Hogyha elindulsz az életnek az útján, akkor sose azt kérdeznek, hogy mi miért történt, hanem hogy mit kell most tenned. Ez nagyon nehéz. De ez a bölcs életvezetés. Nagyon sokszor találkozok azzal, amikor az emberek rengeteg energiát elveszítenek azzal, hogy a miértekre keresik folyamatosan a választ. És nem tudnak egyik percről a másikra haladni. Nem tudnak egyik lépés után megtenni a következőt. Rossz a kérdésföltevés. Mit kell most tennem? Mi köze mindennek a kereszthez? Az, hogyha én szembesülök egy olyan élethelyzettel, ami számomra teljesen váratlan, amely sebeket okoz, amely fájdalmas, ezt nem tudom másképpen értelmezni, mint keresztként. És ha így értelmezem, akkor abban a helyzetben képes leszek a szenvedés közepette is arra, hogy másoknak tudjak segíteni. Képes leszek arra, hogy a szenvedés közepette ne önmagammal legyek elfoglalva, hanem azzal, hogy most, Istenem, te megint adtál egy küldetést, és ebben a helyzetben is lehetőségem van arra, hogy valamit meg tudjak mutatni ennek a világnak a te szeretetedből. Abból, hogy mindig van egy olyan út, ahol tovább lehet haladni. Az ember ezeket a dolgokat akkor tanulja meg, ha maga is belép ebbe az iskolába. Szeptember 10-én kaptam egy csípőprotézist, nagyon fájt már a lábam. Fiatal vagyok, de borzasztóan szétment a csípőm, és nem lehetett mit csinálni, kicseréltük. Most már jó. Egy nagyon érdekes élmény volt. Én végig hálás voltam az Istennek, a kiszolgáltatottságomért, a két mankóért. Ugye én pesti gyerek vagyok, Kőbányán nőttem föl, nekem a mozgólépcső nem okozott problémát, és akkor két mankóval megálltam a mozgólépcső előtt, és nem tudtam elmenni. Akkor elgondolkodtam, hogy az élet mennyi mindennel megajándékozott, és én ezért mondjuk nem adtam annyit hálát. Irgalmasabb tudtam lenni mások felé. Ott feküdtünk a kórteremben, és akkor persze ilyenkor mi történik? Ugye az embereknek a gondolatai. Hát akik a rossz gondolatokat táplálják, azok miről fognak beszélni a rossz dologról? Mi hangzott el? Tudod, én hallottam ám, hogy valakinek nagyobb csípőprotézist tettek be, mint ami kell. Igen, én meg arról hallottam, hogy valakinek kisebbet raktak be. Van, akinek nem fogadja be a szervezete, kilöki. Mondtam, figyeltek ide, ezt most hagyjátok abba. Most. Erre senkinek nincs szüksége. Jó, rendben. Mindegyiknek jól sikerült különben a műtét, utólagosan is hallgatva, nem volt ebből semmi probléma. Lehet azért persze, hogy sajnos tényleg voltak rossz példák is. Na de hát ott most miért erről kelljen beszélnünk? Különben nagy bajunk ám, hogy túl sokat beszélünk a problémáinkról, és sokkal kevesebbet a megoldásról. Én kétfajta embert ismerek, olyat, aki beszél állandóan a problémáról, és a problémát látja, és van olyan ember, aki látja a problémát, de a megoldást is látja. Nem mindegy. Ha van probléma, beszéljek akkor arról, akkor, hogyha tudom a megoldást. A Remete Szent Pál litániában, amikor mi pálosok imádkozunk, akkor azt szoktuk mondani, hogy Remete Szent Pál panasz nélküli férfiú könyörög érettünk.
Ez nagyon tetszett a noviciátusban, akkor nagyon nehéz volt. Ugye egy olyan novicius mesterem volt az Ákos atya személyében, ugye, aki börtönben ült, akkor utána kántorizált, óriási korkülönbség volt közöttünk, mert ő 70 év fölötti volt, a régi módi ember, és hát bizony így nagyon sokszor a régi módszereket alkalmazta ugye a noviciátusban, ami számomra, az én korosztályom számára idegen volt, de mind a mai napig hálás vagyok érte, és akkor jó volt hallani panasz nélküli férfi, könyörögi életünk, remet a szempán. Ez sokat segített. És akkor megértettem, hogy az a küzdelem, az a nehézség, persze ez idő kellett, amit ott megéltem, azok gyümölcsözővé tudnak válni. És itt van egy másik nagyon fontos dolog. Ugye a keresztény liturgiában a érdekes módon, és itt a nagypénteki liturgiában különösképpen is megmutatkozik ez, hogy a gyümölcsöt hozó fa. Ugye ez a párhuzama az Ószövetségben a bűnt hozó fa, ugye, amely hozza azt a gyümölcsöt, a jó és a rossz tudás fájának a gyümölcsét, amiből ne egyetek, és mégis esznek belőle. És a tisztaságnak a gyümölcse azon a fán, a keresztfán, amely ott megérett Jézus Krisztus személyében, adja meg számunkra az élet teljességét. És maga az Úr Jézus mondja, hogy én arra küldtelek benneteket, hogy gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Az élet értelme az nem abból áll, hogy sikeres-e az életem vagy sem. Hogy vannak-e kudarcaim, vagy nincsenek kudarcaim. Hogy van-e betegségem, vagy nincs betegségem. Hogy van-e szenvedés az életemben, vagy nincs szenvedés az életemben. Nem ettől lesz boldog az ember élete. Attól lesz boldog, ha gyümölcsöző ez az élet. Gyümölcsöző lehet az élet akkor is, hogyha valaki egy életen át ágyban fekszik. Gyümölcsöző lehet ez az élet akkor is, hogyha bizonyos tekintetben korlátozva van, akár a járásában, akár értelmileg. Gyümölcsöző lehet ez az élet. Nem attól teljes az ő élete, hogy valamit produkál. Fontos, ne értsük félre. Hogyha például egy szenvedéssel találkozok, és ez számunkra azt hiszem egy óriási nagy dolog, és ezért tudtak a nehéz helyzetekben is, ami szerzetes eleink, nagyokat lépni, mert amikor szembesültek egy olyan dologgal, ami számukra, hogy így mondjam, emberileg nézve nem kínált semmifajta megoldást, egy dolog mindig volt. És nem azt mondom, hogy csak. Mert ez nagyon nagy dolog. Az, hogy tudtak imádkozni, és fel tudták ajánlani. Mert hittek abban, hogy az a kiszolgáltatottság, az a nehéz helyzet, ami most itt, ebben a szituációban engem ért. Ez most egy lehetőség arra, hogy most ezt föl tudjam ajánlani, és ezzel bárkinek, bárhol segítek a földkerekségre. Lehet, hogy a családtagjaimnak. Lehet, hogy egy ismeretlen embernek. És lehet, hogy a jövőben ez egy olyan mag lesz, amiből majd valami egészen csodálatos dolog fog tudni kinőni. A holnap, illetve a mai napon azért kértem, hogy legyen most itt délelőtt ez az előadás, mert délután Pálos Szentkulton emlékezünk Vezér Ferenc atyára, akit 1951. augusztusában akasztottak föl Budapesten. Most lenne különben a holnapi napon 100 éves, 1914. március 23-án született, és most ennek keretében rendi közösségünk ünnepel Pálos Szentkulton, mert oda lett ő eltemetve. Amikor a vele való kapcsolatom, ugye a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján egyre jobban úgy kibontakozott, néztem egy fiatal szerzetest, aki életének az utolsó pillanatában nem azt érezte, hogy én most hú, vértanú leszek, és hogy ez micsoda nagy hősies dolog, hanem érezte, hogy mennyire kicsi vagyok. Csomó minden igazságtalanság, embertelenség ott tombolt körülötte, a hazugságok, a hamis tanúságtétel, amit olyan emberek tettek, akiket ő ismert. Más kérdés persze, hogy rá lettek kényszerítve. És hamis tanúskodásuk után őket is kivégezték.
ígérve, hogy hát a hamis tanúskodnak, majd hazamennek. De nem mindegyik adta oda akkor sem magát, hanem akkor meggyötörték, és akkor végül így tanúskodtak ellen. És hogy azok a vádak, amiket fősoroltak, hogy 30 orosz katona meggyilkolásában vett részt, meg mit tudom én, micsoda. Mennyi abszurdum. És ezeket ő neki ott hallani, szembesülni, nagyon-nagyon-nagyon nehéz lehetett. Ő nagyon kicsi volt akkor ott, abban a helyzetben, amiket olvashatunk róla, amit ő átélt. Nem gondolta azt, hogy majd 2013 áprilisában ünnepélyes keretek között majd újra el lesz ő temetve. Hogy megtalálják majd a csontjait, és aztán Pálos Szentkúton, azon a helyen, ahol ő igazán kiállt az asszonyok és a lányok mellett, hogy őt oda fogják temetni egy hősként, a nemzet vértanújaként. Hát ezt nem gondolta akkor. Gyümölcsöző élet. Gyümölcsöző élet. Ezt csak akkor nem értjük, hogyha túlságosan jelenőben akarunk látni és nézni. Ki kell nyitni a szemünket. Messzebbre kell nézni. Mindig van föltámadás. Mindig van föltámadás. Nem csak az életünk utolsó pillanatában, amikor meghalunk, és tudjuk, hogy Isten magához hív bennünket, és az idők végén majd lesz a nagy feltámadás. Hanem mindig van feltámadás. Ez nem kérdés. A kérdés az, hogy hiszek-e benne. Ez az egyetlen egy kérdés. Nem az, hogy van vagy nincs. Az, hogy én hiszek ebben, hogy van feltámadás. Van kereszt is, de van feltámadás is. Tehát gyümölcsöző élet. Ebből meg tudjuk érteni azt is, hogy mi köze van a szeretetnek ehhez a kereszthez és a szenvedéshez. Ugye a döntéssel kapcsolatosan már erről egy picit beszéltem, és nyilván, hogy egy egyszerű szerzetes, akik ugye összegyűltek egy ilyen pálos közösségben, ugye a napi imádság, az nagyon sokat imádkoztak. Tehát a munka mellett, ugye különböző fizikai munka végzése mellett, a középkorban tudjuk jól, hogy kódexet másoltak, nagyon jó kézműves műhelyeik voltak. Tehát rendkívül jól és sűrűn beosztott idő, amit ezek a szerzetesek éltek, és általában egy szerzetes közösség akkor tud jól működni, hogyha be van osztva az időnk egyszerűen. Ebben a feszültségben a munkának és az állandó napirend megtartásának, az imádság folytonosan ismétlődő ritmikájának a feszültségében élve is már önmagában termékenyé válik az ember élete. De ettől még a testvéri közösségnek az egyben tartása az nem olyan egyszerű dolog. Erről lehet olvasni Gyöngyösi Gergelynél, és hogy bizony voltak ott azért kis problémák, nézeteltérések, konfliktusok is, fegyelmi gondok is, ez az amaz. Mert nem olyan egyszerű szeretni a másik embert, főleg akkor, ha adott esetben mondjuk ő teljesen más fizimiskájú, mint amilyen mondjuk. És hogyan lehet ezt mégiscsak megtenni? A Szent János evangéliumában a 15. fejezetben beszél Jézus arról, hogy én vagyok a szőlőtől, ti a szőlővesszők, és aki bennem marad, az hoz igazából bőtermést. És akkor arról beszél, hogy szeressétek egymást. És ez egy nagyon fontos dolog, én azt hiszem, hogy mindenkit ez mozgat, hogy szeressük egymást, ez a szeretet adja igazából a lendületet. De Jézus nem csak azt mondja, hogy szeressétek egymást, hanem azt mondja, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket. Na most miről van itt szó? Többek között mondjuk itt van Ferenc atyának az élete. Ő, amikor elkezdte védeni az asszonyokat, lányokat, fölmentette a templomnak a kórusára, és így tovább, ő leírta a naplójába, hogy tudom, hogy az életemmel játszok. Tudom, hogy mindez, amit most én teszek, az életembe fog kerülni.
Tehát én nem csak azért szeretem ezeket az embereket, mert az nekem nagyon jó, hogy visszajelzik, hogy jaj, Ferenc atya, maga olyan jó pap. Ugye amikor 45-46 tájékán egyszer elvitték, mert valóban meghalt egy orosz katona, és ő rá akarták ezt sózni, a katonai bíróságon fölmentették, de amíg ott volt, akkor a hívek így imádkozták a rózsafűzért, ugye, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki Ferenc atyát kiszabadíja, asszonyunk szűz Mária Istennek, szent anyja imádkozzál ére. Így mondták a rózsafűzért egy tizedet, ugye a többi titok helyébe betették ezt is. Tehát nyilván nagyon szerették. De azért tette, mert Krisztus papjaként neki ezt tennie kell. Nem volt más választása igazán, ha ő ezt komolyan gondolja. És a mi életünkben hogy néz ez ki? Családban, emberi kapcsolatainkban. Hogyan tudom én ezt kézzelfoghatóvá tenni, hiszen ez a lényege, és sokszor elmondom, hogy kedves testvérek, amikor a pálosokról beszélünk, mindenkinek tiszteletben tartom az ő, mondjuk, kutatását, ahogy ezt mondani szokták. De a pálosok azok az emberek között élő emberek voltak, szerzetesek. Nekik nem az volt a különleges küldetésük, hogy esetleg valami fényi testé váljanak, vagy beavatási szertartásokon menjenek keresztül. Nekik az elsődleges feladatuk az volt, hogy az életnek az értelmét megadják az embereknek, hogy azok a szerencsétlenek, akik oda mennek hozzájuk, egyszerű emberek, segítséget és támpontot kapjanak arra, hogy holnap és holnap után hogyan tudunk élni, hogyan tudom a konfliktus helyzeteimet föloldani, hogyan tudom a szenvedéseimet elviselni, miképpen tudok szembenézni azzal, ami jön velem szembe. Hogyan tudom mindezt az Istennel való mélységes kapcsolatban, a misztériumban és a hétköznapi kézzelfogható életben mindezt megvalósítani. De most ezért beszélek önöknek is, akik itt vannak. Hogy hogyan, miképpen van ez a Szent Kereszt tisztelete és az én mindennapi szeretet kapcsolatom. Engedjék meg, hogy egy nagyon egyszerű történetet hagy meséljek, egyik családban történt, két gyerek összeveszett egymással. Aranyosak, amikor elmesélték ezt most már legalább 15, majd 20 éve. Akkor olyan 10-12 évesek voltak ezek a lányok. Egymással összevesztek, és akkor csúnyán beszéltek, és akkor édesanyja megfenyítette azt a lányt, amely csúnyán beszélt, hogyha így beszélsz, akkor kapsz tőlem egy pofont. És akkor a lány csak azért is kimondta, hát kipróbálja, hogy az anyja mit tud. Ugye, és akkor elcsattant a pofon, bevonul ugye a lány a szobájába, megsértődik, próbálják őt kicsit föloldani, nem lehet. És akkor este az anyja oda megy hozzá, ugye, és akkor gondolkodik, hogy mit lehetne csinálni ezzel a kislányjal. És akkor hirtelen eszébe jut valami. És mondja, tudod, kislányom, amikor most az ötödik testvérkéd, aki fél éves, amikor te is ilyen fél éves kisbaba voltál, egy gyönyörű szép augusztusi napon kitettünk téged a napsütésre, és olyan szép voltál, mint fél éves kisbaba. És akkor megpuszítottuk a kezedet, a lábadat, a hasadat, mindent. Tudod, beborítottunk téged egy ilyen puszi ruhával. Akkor a lány, ez a duzzogó, kamasz lány, kérdezi, tényleg, mama? Igen. És tudod, kislányom, hogy ennek a ruhának mi a lényege? Az, hogy ezt a ruhát te soha nem fogod tudni levetni magadról. Ez a szeretet lényege. Akármit csinálsz, én akkor is szeretlek téged. Jézus a keresztről ezt kiáltja mindenkinek. Ez a kereszténységnek a lényege. Ha ezt valaki megérti, akkor fog tudni megbocsátani, és akkor fog tudni igazán szeretni. Akármit csinálsz, én akkor is szeretlek téged, mert én így döntöttem. Ezt tudom, hogy nagyon nehéz. Tudom, hogy nagyon sok sötét utca van ebben. De ő ezt kiáltja felénk a keresztről. Na most ezek a szerzetes közösségek csak akkor tudtak működni, hogyha ennek alapján voltak együtt azok a különböző
életformából, életkörülmények közül odajött szerzetes testvérek, sőt adott esetben különböző nációjú testvérek voltak. Mert például a Máriavölgyi kolostorunkban, Pozsony mellett nem csak magyarok voltak, voltak közöttük szlovákok is. Sőt, adott esetben még lehet, hogy délről valahonnan egy horvát is oda keveredett. Mint például Márton Luci Fráter György, aki félig horvát volt, félig itáliai volt, és mégis magyarnak is érezte magát. Tehát ezt a fajta együttélés közösségben, úgy, hogy közben testvéri közösségben élünk, de ugyanakkor egy nemzeti identitást is építünk, magyar nemzeti identitást, horvát nemzeti identitást, lengyeleknél lengyel nemzeti identitást, ugye a lengyelek hihetetlenül tisztelték Fráter Györgyöt, aki még a kolostoruknak előjárója is volt. Most is lehet látni a freskót, ami megemlékezik Fráter Györgynek a jelenlétéről Csehszlovákiában. És ott is a lengyel nemzeti identitásnak egy segítője volt azzal, hogy ő annak a kolostornak volt a tagja. Ezt csak így tudjuk megtenni. Hogy akármit csinálsz, én akkor is szeretlek téged, rendben, megbocsátottam, újra kezdjük. Sebek vannak rajtam. És ez nem mindegy gyógyul be. De ezzel még együtt lehet élni. Van seb a lábamon, műtétnek a helye. Sose fog begyógyulni, de ezzel még együtt lehet élni. Ezért volt az, hogy a Szentkereszt tiszteletéhez hozzátartozott a pálosoknál az öt szent seb tisztelete. Ez főleg különben a barokk korban indult el. Ugye ennek nagyon szép nyoma Márianosszán az ottani kolostorunk. De mit akarnak ezzel az öt szent seb tisztelettel? Mi köze van ennek az én egyéni életemhez, az én sebeimhez? Mi? Emlékszünk az evangéliumokban, amikor a kételkedő Tamást meggyőzi az Úr. Hogyan? Úgy, hogy a feltámadt testét megmutatja, és ezen a testen rajta vannak a sebeinek. Tehát, hogyha a sebek teljes egészében szégyenni való dolgok lennének, akkor a mi üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak a megdicsőült testén nem lennének ott a sebek, de ott vannak. Akkor ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az életben vannak olyan sebek, amik be fognak gyógyulni, de vannak olyan sebek is, amelyek nem fognak begyógyulni. Ezokkal meg kell tanulni együtt élni. Tehát amikor én megbocsátok, akkor azt mondom, hogy én többet nem beszélek arról, ami történt. Gondolataimban a rossz gondolatokat félreteszem. De hogy nekem fáj még, és idő kell, míg begyógyul, ez lehet. Nem baj. Istenem ad, hogy begyógyuljon. De ha még nem gyógyul meg, legalább add, hogy együtt tudjak élni vele. Nem lehet egy közös művet együtt vinni úgy, ha ezt nem veszük tudomásul. Megbocsátás nélkül nem lehet építeni. Egy szerzetesi közösségen belül ez teljesen világos és egyértelmű. És erről számtalan helyzetben, ugye a maga a liturgikus életük, a közös együttlét, a káptalan, ugye amikor összejönnek és bűnbevallás van, a kiengesztelődésnek a gesztusai. Ezek mind azt mutatják, hogy csak így tudták együtt építeni azt a közösséget, ahova tartoztak. Ha nem volt ilyen kiengesztelődés, ha nem volt megbocsátás, ha nem tanulták meg együtt hordozni azokat a sebeket, amelyek időközönként itt is, ott is eltalálta őket, akkor nem tudnak együtt élni. Tehát az én szeretetem azt jelenti, hogy én úgy akarok szeretni, ahogy az üdvözítő szeret bennünket. Ez persze nem megy mindig, de erre kell törekedni. Ezért is fontos volt a Szent Kereszt tisztelete. Ezért is fontos volt az, hogy a szeretet, az összentsebb tisztelete, hogy ez így bele tudjon olvadni a hétköznapi életbe, és így tudják azt a közösséget építeni. És ebből tudtak mások is táplálkozni.
Ez segítette a körülötte lévő embereket is, akik oda mentek, és szerettek együtt lenni a Pálos testvérekkel, mert azt élték meg, ami az apostolok cselekedeteiben is, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást. De még egyszer mondom, ez nem megy szenvedés nélkül, nem megy fájdalmak nélkül, nem megy küzdelmek nélkül. De ezt én bevállalom, akkor igazán fogok tudni szeretni és építeni. És még egy utolsó dolgot szeretnék elmondani ezzel kapcsolatosan, amit azt gondolom, hogy nagypénteknek és a keresztefeszítés misztériumának a fényében tudunk igazából megérteni, mégpedig azt az alapvető és mindannyiunk számára rendkívül fontos igazságot, hogy értékes ember vagyok, és szükség van rám. Ezt akkor értettem meg, amikor láttam a különböző páros helyeken, hogy ők milyen csodálatos dolgokat hoztak létre, és azt is láttam, hogy ugye a különböző írásokban, hogy azért nem mindegyik volt egyformán tehetséges természetesen, ez így működik. És a mi közösségünkben is ezt látom, hogy mindannyian küzdünk a saját gyengeségeinkkel és kicsinségeinkkel, és ennek ellenére nagy dolgok történnek körülöttünk, amelyek messze meghaladják a képességeinket. Messze meghaladják azt, amire én önmagamtól bármilyen formában is képes lennék. Ha én feltétel nélkül elfogadom Istentől azt, hogy én értékes vagyok, és úgy, ahogy vagyok, az jó, akkor működni tud rajtunk keresztül. Ne értsék félre, nem arról van szó, hogy én beletörődök a bűneimbe, vagy beletörődök a gyengességeimbe, nem. Azt is látom a szemem előtt, és időközönként megvan a lehetőség, hogy Isten megbocsássa a bűneimet. De hogy ez nem elkeserült, ez nem lenyom, hanem mindezek ellenére, vagy mindezek mellett látom, hogy de jó, hogy vagyok. Hogy Isten akarja azt, hogy legyek. Hogy Istennek terve van velem. Konkrétan az én életemmel, az én személyemmel, ott azon a helyen, ahol éppen vagyok. Senki más nem fogja tudni megtenni helyettem azt a lépést a családom felé, a feleségem, a férjem, a gyerekem, a szüleim felé, a munkatársam felé. Senki nem tudja megtenni azokat a lépéseket, csak én, aki ott, azon a helyen ott vagyok. Senki más helyettem nem. Én vagyok az az értékes ember, aki azon a helyen meg tudja tenni azt a lépést, amire szükség van. És itt jön a keresztnek a titka, hogy amikor az a szerzetes imádkozott Isten előtt, és érezte saját gyengeségét és hitvánságát, hogy igazán mit keresek itt. Ott, abban az imádságban Isten mindig megerősítette őket abban, hogy te értékes vagy. Szükség van rád. Menj, én küldelek téged. Természetesen nyilván igazságtalan lennék, hogyha azt mondanám, hogy ez csak a pálos kolostorban, dehogy. Szerzetes életben, keresztény életünkben. Igen, tehát azért mondom el, mert hogy ezt mindannyian megtehetjük valahol, meg is kell tennünk. De bátorításképpen is mondom, hogy igenis. A Szent Kereszten keresztül, Jézus szenvedésén keresztül, az ő élet odaadásán, az ő szeretetén keresztül értjük meg igazából, hogy értékes vagyok én is. Hogy szüksége van az Istennek rám. Hogy küldetésem van. Ez csodálatos dolog. És ez a hit sugárzik az ő írásaikon keresztül, a falakon keresztül, a művészeti alkotásokon keresztül, de még a romokban lévő kolostorokon keresztül is. Ez a nagyon mély és hihetetlen sok erőt és örömet adó hit, a nehézségek közöbbet is megjelenő hit sugárzik ezeken a helyeken keresztül.
Hát nagyjából így szerettem volna igazából inkább a lelkiségében megközelíteni azt, hogy a pálosoknál a Szentkereszt tisztelet igazán mit is jelentett. És hogy miért volt annyira fontos, hogy Özséb atya így nevezte az első kolostorunkat, nem véletlen, hogy a Szentkereszt remetéjének neveztek bennünket elsőnek. És hogy minden fajta nélkülözés, hányattatás, bezáratás után is jelenleg is él a mi közösségünk, és hagyd mondjam el, hogy a világon nagyon sok felé viszik a pálosok a Szentkereszt tiszteletét, beszélnek Özséb atyáról, a Pilisről, ahol elindult Ausztráliában például, egyre több hivatás van. Pápua-Új-Guineából is most már van egy hivatásunk, Afrikában is vannak, és ezek mind tanulják a szabályzatunkban, a konstitúciónkban, le van írva, hogy itt ezen a földön gyökerezett, nőtt ki ez a rend. És a világon mindenfelé viszik Özséb atyának a tiszteletét, a pálos minden szenteknek a tiszteletét is. És érzem, hogy ez egyre erősebben gyarapodik, és ez olyan nagy örömet ad. Tehát hiába bármifajta erőlködés, ami a történelem folyamán vagy akár most is megmutatkozik, a szenvedéstől nem félünk. És ezért Istennek mindig van terve velünk. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattak, és hát érezzék tovább jobban is jól magukat itt, ezekben az előadás sorozatokban, és azt kívánom, hogy a nagybőti időszakban, de persze a hétköznap minden más időszakában is tudjanak megerősödni, és azok az ismeretek, amiket itt megszereznek, az valóban a mindennapi életben segítségükre legyen, és így tudjuk hazánkat, nemzetünket építeni. Köszönöm a figyelmet!